Üdvözlök mindenkit Vizor legújabb végigjátszásával, a Speknas 2-ben. Itt olyan izgalmak várnak rátok, amit ezelőtt soha nem láthatok még egy YouTube végigjátszásban sem. Epic eltévedések, rossz fényviszonyok, népírtás és még egyéb számtalan külső és belső nehezítő körülmények fogják nehezíteni Vizort és a vendégszereplőt, engem, abban, hogy végigvigyük ezt az újabb szar FPS-t. Remélem tetszeni fog nektek. Sziasztok és jó szórakozást! Vizor! No, akkor folytassuk a Speknas 2-t, és ezt a videót kifejezetten nem támogatta sem a Tiny Chat, sem pedig a... Minkem. Úgyhogy a vendégszereplőm ezúttal vakon fogja kommentálni az eseményeket, és... Megmondom nektek őszintén, én ettől a játéktól már annyit nem várok el, hogy izgalmas legyen. Hoppá. Hát de képen talált egy gránát, vagy nem tudom mi volt az, valószínűleg egy gránát volt. Az mindig jól esik egy kis gránát. Reggelire. Az a helyzet, hogy egy kicsikét túlvilágos a cucc nekem, de hát mivel a bendikem az úgyis sötétebben fogja rögzíteni, ezért ez természetes dolognak tekinthető. Hát végül is átállíthatod, mert nekem már mindegy, én úgy se látom végül. De várjál, nekem viszont világosabbnak kell, hogy rögzítsem, hogy lehessen látni valamit, anélkül, hogy utólag ja, így... Ja, hogy értem. Ja, jó, oké. Most már így... Trükkös, szóval. Tudom, de ez az egyetlen helyes megoldás jelenleg. A zenét legalább hallod? Nem, semmit. Effektíve semmit nem hallok. Téged hallok egyedül, de az kristálytisztán. Se kép, se hang. Tehát így a... Pedig szerokörről állítottam, azt ugye tudod? Tudom. Megint ilyen se... Hát akkor... Az most helyzet... rákerestem Google-be, és a Google képkeresőjében nézek screenshotokat, hogy így... Nagyjából be tudjam tájolni, hogy így... milyen lehetne. Hát szar, nagybetűkkel. Ó, azt az orosz mulatos, fúúúú. Egy orosz mulatos zene? Nem találsz el gránáttal. Itt is szokott hátad mögé teleportálni ellenfeleket? Ezt még nem tapasztaltam, mivel egy pályát játszottam a játékból, és öt pályánként nem tudom, hogy kapok a kertből dolgokat, mert ez nem egy kertész szimulátor. De hát a padot azt kap. Ó, de hoppá, hajtott egy gránát, és itt... jó, elfeküdtem. Totálisan extend hangmotor. Nem, milyen hangmotor? Grafikai megjelenítés. Idió. Még egy gránát mellé, és mindjárt megint meghalok. Jó, két gránáttól. Csak így ezt elmondom, hogy két gránáttól. Ennyire OP fegyver? De gondolom csak a gép kezében ennyire OP, igaz? Véleményem szerint igen. Jól látom, hogy regenerálod az... Na ennek viszont kifejezetten örülök, kedves BB, mert az a helyzet, hogy én erre a játékra hogy konkrétan semmit nem készültem, hanem csak annyi, hogy tegnap este, vagy nem tudom melyik este mondtam, hogy egyik délután legyél fönt, amit szerintem tegnap este mondtam, csak már nem emlékszem már rá, pontosan, mert hülye vagyok. Igen, tegnap beszéltünk, ja. Most rágrok erre a sziklára, meg rágrok erre a sziklára. És ott megint egy gránátot dobolt, ami szerintem scriptelt. Az a helyzet, hogy beakadtam a két szikla közé. Beakadtam a két szikla közé. És akkor se előre, se hátra, mi? Se előre, se hátra, de a két terrorista az idejön. Sőt, a harmadik az fel is kelt így bónuszként, mert már egy ilyen meglőttem és rozaktam. Nézzük, hogy hátra beakadnak ők is, ez megpropolja lenne. Az olyan, mint nekem az Interstate 82-val az autó, amikor így félig beolvott. De ugrani sem tudok. Szó szerint beakadtam. Hát hallod? Nem megy, nem tudom hány perc a felvétel, hát elég gyorsan kiakasztottad a játékot. Büszke is vagyok magamra. Na, tehát akkor... Egyéni rekord. F9? F9-e kiklódó. Imádom ezt a rövid... gombkombinációt, nem tudom mi a shortcut. Magyarul, billentyűzet kombinációt. Ilyen rövidítés vagy valami. Imádom ezt a billentyűzet kombinációt. Pont maradjunk egy... Ó, megint dobja gránátot. Forest, nem tudom, nevezzük-e Forestnek ezt a katonát. Annak ellenére, hogy nem látom a játékot, és nem is hallom, én már ezek alapján, amiket így kommentálsz, abból megmondom, hogy ez egy geci szánalmas játék lesz. Vagy csak én vagyok a hülye hozzá. Hát szépen, hogyha beakadsz két szikla közé, akkor az akkor már rég nem te vagy a hibás. Hát figyelj, produkáltam én érdekes dolgokat, például a Red Faction-ben is, ami nem egy szarjáték. PS2-n sem, ezt hozzáteszem.
Hamaromatól az új Tomb Raiderben esett ki a pályából, egy ilyen nagy szürkeségben. Így wow, tehát minden játékban. A Skyrim-ban meg aztán annyi bug van, hogy hihetetlen. Crystal Dynamics fejlesztette? Jól emlékszem? Az új Tombot? Igen. Nem tudom, de megnézem. Nem tudom fejből. Mert akarok mondani valamit. Csak nem akarok rossz fejlesztőt mondani, leszidni sárga földig. Tomb Raider, Miki. Tomb Raider. Ott van 2013 videogame. Most ez a divat, hogy régi játékokból csinálnak új részt, és ugyanúgy Tomb Raider, Devil May Cry, tehát nincs semmi izé utána, hogy megkülönböztest, hogy... Need for Speed Most Wanted. Igen. Developers. Crystal Dynamics, Eidos Montreal. A multiplayer. Az... A... Multi csinálta Crystal Dynamics akkor, ugye? Nem, az Eidos. Akkor, kedves Crystal Dynamics, a játékotok nem tökéletes, viszont ennek ellenére dicsérem, mert egy kurva jó játék. Pont. Ez meg ide rohant az orrom elé, és itt mutatja a seggét. Nem mutasd nekem a seggedet. Nekem nem a segget kell, hanem a történet. Hanem egy másik dolog. De az Felinek kell, aki visszatért ma. Hoppá. Edikó volt? Hát net nélkül Pesten. Aha. És nem akar elmondani a címét. Én sem mondanám a helyében. Ez meg engem itt... átlátom az árnyékát a túloldalról. Látom az árnyékát a fal alján. Ezt magyarázd már meg, hogy ez hogyan lehetséges. Biztos úgy van kiépítve a ház, hogy van egy nagyon kis alacsony rés a ház, meg a... Tehát a fal, meg a padló között, és azon belátszódik. Ez is ide rohant az orrom elé. Szép munka! A mesterséges... Hol játék amúgy? Valahol Oroszország, nem tudom. Ezek nem tudom, arab, orosz terroristák, nem tudom milyen nemzetiségűek, nem is az a lényeg. Tudok egy quick save-et itt. Ez itt tök jó, hogy így néha kinézek, mert nincsen fedezékrendszer. Jó, mondjuk egy 2006-os az Uber Soldier, és ez kb. Annak a hakja. Mert én nem is szerettem annyira ezt a fedezéket, ez a lősz, bujkálsz, lősz, tehát amikor így nyomsz egy gombot és beugrik fedezék, mert ez annyira el van csépelve, hogy ez hihetetlen. Nem pontosan erre gondoltam, hanem kihajolni a fal mögül, érted? Ja, aha, azt vágom. Hát mondjuk, ha ez egy FPS-ben is benne, az cink. Nincs benne. Várjál, melyik játék, milyen játék volt az, amiben volt fedezékrendszer, és a közelmúltban játszottam vele? Mit talált el engem az orrom? Az előbb, mindegy. És most valami tididi, tididi, zene megy. Most valami ne se zene ugrott be, nem Dracula, Castlevania, mindegy. Na, várjunk. Igen. Melyik játék volt az, amiben volt fedezékrendszer? Nem a Chernobyl Commando volt? Nem az I Fuck Menace volt? De volt egy FPS, ja, a Terrorist Takedown 2. Abban kérem szépen volt fedezékrendszer, ki tudtam hajolni a fal mögül. És az egy 2007-es játék, és azt a City Interactive fejlesztette. A Wolfenstein is volt, nem? Vagy abban nem volt? Őszintén szóval nem akar érdekelni. Ez egy olyan játék, hogy... Ne is beszéljük róla. Akarsz róla beszélni? No. Robocsuk fel a kapukat. Ugyanúgy írják a feladatot is, mint az Uber Soldier-ben. Sőt, ugyanazok is a feladatok. Sőt, ez ugyanaz a játék akár. Csak nem a Burut fejlesztette, hanem a Byte szoftver, azt hiszem. Byte szoftver? Jól látom, hogy ott fönt van valaki, olyan világos van. Én nem is a játék készítőit néztem volna meg, hanem az, hogy összeültek egy ilyen meetingre, és ezt hogy találták ki, hogy van egy engine, már kiadtak egy játékot, és csinálják meg egy az egy ugyanaz. De tényleg, senki nem fogja észrevenni. De várjál, itt nincsen szintlépés. Hát nem tudod a HP-dat meg ilyeneket fejleszteni, mint az Uber Soldier-ben. Ami erre mondhatod, hogy cink. Erre mondhatod, cink. Nyugodtan. Köszönöm. Az nagyon gáz. Cink, aminek a vegyen ez ilyen. És most állítottam fényerőt, és most már is sötétebb az egész, és ez nekem itt pont hasznos. Na hát. Hol vagy? Hoppá. Hazad szerintem átesett a falon, de szorom nem érdekel. Az Uber Soldier sem volt annyira nagy, az legalább az a kombórendszer az így földobta így a játékmenetet. És legalább volt indokom arra, hogy miért késelek még mindenkit állandóan. Ja, igen.
Nem azért, mert én... késelésről mindig a hülye haverom jut eszembe, a Varna, akit üzlötök ezúttal is hátra nézve a videót, aki, akinek ez volt a mániája, mert így kollégiumban, amikor Counter-Strike-oztuk, akkor ő volt az egyetlen így jobb játékos közülük, és így állandóan össze-vissza késelgetett mindenki. És négyen! És kutatott a köcsög, és így késel. De elmondom, mi történt. Fölrobbantottam az ajtót, és négyen kijöttek. Négyen. Négyen, érted? És nekem... Mit csináltak fenn? Addig ott vártak, vagy mi? Igen, és nekem kérem szépen van úgy kb. 20% energiám. Ugye most azt fogod csinálni, hogy ide kell hajtanom egy gránátot, azt hiszem az F gombbal. Így. Sőt, dobok még egyet. Biztonság kedvéért. Nem tudom, volt itt valami, valami eltalált, de... Lehet, hogy... Valami engem jobb oldalról... Sebzelt, nem tudom micsoda. Biztos valami kiálló fadra. Várjál, most kijött egy, most kijött kettő. Ennyi? Túl erő azért. Valamint a négy. Kettő az még belefér. És itt van, várjál, most itt jön a harmadik az ajtóban. Ami a robbanástól így bekábult és rága is kapott. Szép. És ez így hárman basszák egymást itt az orrom előtt. Így vibrált a friss foltest az előzőn. Azt és még láttam, mert minimum két ellenfelet. Az egyik meghalt, másik meghalt, és ott volt egy tűzerőbázis. Ilyen... hogy mondják ezt? Gépfegyverfészek. Azt hiszem az a neve. Géppuskafészek. Géppuskafészek. Na, ott láttam kettőt is. Akkor már fölkészültek rá, hogy jössz, mi? Ja, hogy rohannának meg. Menjél már, te névtelen katona, ne akadjál bele a... Nincs neve a karakterednek. Szerintem nincs. Szerinted nekem érdekel? Van itt... Van valaki a háztetőn. És nem a hegedűs van a háztetőn, most kivételesen. Most kivételesen nem egy hegedűs van a háztetőn, de most ide be kéne menni. Mert ott bent látok... Nem látok... De ott van egy medikit. De ahogy jutok be? Másik oldalról? De addig megölnek. De szarom, megpróbáljuk. Fuck it! Gyorsan quick save, biztonságkedő. Itt el is mentem az épületben, hoppá, most nézem, hogy már kb. Van 20% energiát, hoppá, itt van egy ellenfél, két ellenfél. Itt van ez egy iraki zászló, arab zászló, mindegy, de közben, ó. Hogy néz ki rák, szerintem tudom felről. Na, zöld-fehér-piros, és középen van egy ilyen koronaszerű logó. Aha, zöld-fehér-piros, hú, az akkor nem csináltam egy screenshotot, ezt majd elküldöm. Jó, oké. Ez az itt, látok energiát. Zöld fehér piros és piros korona van közepén? Piros korona szerűség, igen. Akkor az Irán. Akkor iráni terroristák. Na hát, milyen meglepő muszlim vallások. Hoppá, egy ellenfél, aki itt besétált és becsönlődtem. Mindegy. Van elég bajuk így is, te meg itt még herélövöd a szerencsétleneket. És itt most van még egy. És képzeld, hogy kb. Két vagy három kinézetük van csak összesen. És mindegyiknek AK-74-ese van, nem 47, 74. Ez a legnagyobb szarajáték. Berohadt még egy. Ha legalább szarjátékot csinálsz, akkor legalább legyen változatosan szar. De az, hogy beraksz 2-3 skint, az abszolút nulla. Várjál, itt van egy, az, akinek a könyöke átjött az ajtón, ami kék színű és eléggé texturázott. És most kifordulok, és ketten is vannak ott. Hát akkor megvárom, amíg ide jönnek. Fuck it! Dúltál magadból? Ej, kirohan. Hoppá, átláttam az ajtón hirtelen, eltűnt az ajtó. Nem tudom, bébé, mit művelsz, de úgy tűnik, hogy az játék szar vesz ettől. Hoppá, egyik ellenfelet megöltük. Csak nézem a monitoromat, a nagy szürke semmit. Ah, mekkora darázson odakint. A mindenit, és az megijesztett. Várjál. Nem. De nem a játékban. Nem a játékban, de az erkeltet azért becsukjuk, biztos a kedvéért. Be ne jöjjön, mert én allergiás vagyok rá. Na várj, én is becsukom az én ablakomat. Nekem meg le lett most szedve a... Becsukott ablakon keresztül látom, amit is sosem használok, ezt a pici ablakot. És ott nézem, hogy ott repkedett, és apám pont amellett fölött ül. És mondom, inkább be ne jöjjön, mert akkor én itt kirohanok a szobából. Nem vicc. Ki akar a barátom lenni, nem vicc. Biztos érdekes élményben lenne része a nézőknek. Csak egy másik! Mi lőtt engem? Gránát? Jaj, ez gránátjelzés volt. Hát, az nem talált. Meg itt AK-74. Köszönöm, hogy AK-74. Itt van egy terrorista, meg itt így képelőben, rohan be a másik. De lesz lőszered, hogyha mindig ugyanazokat a fegyvereket használják. Aha. És
bejött még egy itt az ajtón, és most az egyiknek a fegyvere, ahogy jól láttam, a levegőben állt. Ott van kint még egy az ablak mögött. Mesterlövész feeling. Patkányszogot érzek. Ti mivel mostok fogad, srácok? Amodenttel. Tidin. És akkor ott jól látom, hogy egy fegyvernek az árnyéka két ablak között lebegett? Bazd meg. Az szép. Bazd meg. Mi ez? Levegő árnyék technológia. Ezt nem sokan tudják megcsinálni. Hoppá, itt volt egy terrorista hátam mögött, és nem ölt meg. Ha rendes volt, lehet, hogy segíteni akart, és csak átszolgál. Akkor miért volt egy AK-74-es a kezében? És itt van még kettő, és idejönnek az ajtóhoz. Ember, ennek a játéknak annyira fos a mesterséges intelligenciája, és nem easy szinten játszok, hanem normálon. Annyira fos a mesterséges intelligencia, hogy nincs is. Én mondom, normál nehézségi szinten játszom. Nem easy-n, nem hard-on. Hát mondjuk hard-on nem hiszem, hogy sokkal nehezebben itt egy fegyverem, szerintem egy pisztoly. Az ilyen játékokban úgy oldják meg, hogy vagy többet csebeznek, vagy több az ellenfél, de az intelligenciát nem változik, tehát úgy gondolom, hogy hülyék lesznek. Hát, mint én. Jaj, nem mondd meg. De, csak én nem negatív értelemben vagyok hülye. Ja, hogy negatív, ja, jó, oké, átvitt értelemben, jó. Na ott van megint még két ellenfél, na hát megint ugyanaz a két skin. Én jót szorakozom. Amúgy... Ennek az ikrek. Ja, irányban mindenki ikerreget szerint, ikerpártunk születik. De várjál, amúgy Betszektor kérdezte Facebookon, hogy tudom ilyen szutykokkal játszani. Mazolista vagy azért. Várjál, így kiírtam ugye azt, hogy játszottam az EXP-vel. Erre reagált. Amúgy itt az orrom előtt van egy Mazda. Igen, benne maradt a márka név. Egy Mazda teherautó. Szép. Ez az perdós. Igen. Olyan, mint a Toyota mentőautók voltak, csak ez Mazda. Nem tudom a típus nevét, bocsánat, mert elfejtettem. Gépfegyverfészek. Elhagyták a gépfegyverfészket. Hoppá, gránát. Fúsbazd meg. Úgy. Imádom ezt a játékot. Még egy gránát, fúss. Hú, hát ez nagyon képen kapott. Amúgy azt említem az ilyen buzi FPS-ekben, hogy az ellenfeleknek miért nincsen gránát limitjük? Mert nekik nincsen szerintem. Annyi dobolnak, hogy mit akarnak, nem? Ezt hívják úgy, hogy mesterséges nehézségi szint kombináció. Nem kombináció, hanem mesterséges nehézségi szint létrehozás. Aha. Hát így mahinálják mesterségesen a nehézségi szintet, például a gránát használattal is. Nem mindig, hanem azzal is szoktak variálni. Legtöbbször. Vágom, tiszta sor. Akkor most már értem. Nem csak furatod, hogy neked kettő van a gépnek, meg 60 milliárd. Mondok egy konkrét példát, ha már úgyis felvétel lett a Kaizo Pokémon végigjátszást néztem, egy amerikai srác szól. Náluk ott a mesterséges intelligenciának végtelen számú alkalma lehet használni a mozdulatait. Tehát aha. Ugye négy mozdulatod lehet maximum, az a moveset, amit így, ez a kifejezés. És tegyük föl, van egy mozdulat, amit te 10-szer használhatsz, de ő akár 35-ször, 500-szor, akármennyiszer. Az durva. Na. És ez az első generáció, tehát a Red, Blue, Yellow trió. Akkor még jó volt a Pokémon. Le tudom lőni így a túloldalról a háztetőn levő két ellenfelet? Attól függ mivel? AK-74. Ami kurvára hord, de megpróbáljuk. Ráugrok erre a dobot. Ne sorozatot lő, hanem tudod, így tak-tak-tak, keveset. Úgy kettő-három lövéssel. Ja, ja. Vagy ide jövök a gépfegyver fészekhez, ami MG42-esnek tűnik, nem biztos, hogy az, de nem tud oda fordulni. És háton lőttem egy ellenfelet, aki ide hajt egy gránátot, én meg elrohanok. Happy end. V boldog, BB boldog, aki közben revoltozik, gondolom, gondolom. Ja nem, még nem. Hogyha elindítom itt a játékot, akkor ez bele fog hallatszódni? Hát nem tudom, hogy nálad sztereokerülőre vagy mikrofonra van állítva a sküpe. Vagy tovább állítani, várjál, megnézem. Nem igaz, hogy ezt eddig nem tudtad. Mikrofon, front mic. Front micra van. Elő van akkor bedugva a mikrofon? Sőn. Da. Igen. Akkor valószínűleg nem fog behaladszolni. De nem muszáj mondom, hogy úgyis lekötlek téged ezzel a sok parasággal. Persze, nem, nem. Semmi. Föl sem, amíg meg nem mondtad, hogy revoltadik, föl sem merült bennem, tehát... Akkor már ne is merüljön föl.
Jó, nem is. Legalább ezt a pályát csináljuk meg. Nem tudom milyen hosszú, de vagytok a bázison. És mindenkit picsán lövök legtöbbször, nem tudom miért. A változatosság képen majd lőj négy párat segbe is. Járjál. Google-ba tudok ugrálni? Nem. Nem tudok sem ugrálni. Hát ez egy szarjáték. Ez bizony egy szarjáték. Amúgy is, de hát amivel nem tudsz csak ugrálni, az, az alapul plusz 10 és akkor most így hova a rákba kell innen menni? Azt nem tudom, de megyünk a bázison. Itt egy ajtó. Mi van ide? Ja, itt egy gomb. De nem működik. Ilyen... Jó, bocsánat, egy piros... Ott ott egy robbanó hordó, jó, és akkor itt van mellette. Azt is fel lehet robbantani? Mi vagy ez meg fog engem, elmentjük. Nem. Nem is sebzett meg? Jó. Minden fölrobban. Not a single fuck is given. Hát, yeah, not a single fuck given. Fuck it. Tök jó, hogy így a tűz az így átérződik az épületen. Tehát így... Vagy egy átlód? Így az effekt az így átjött az épületen. Igen, úgyhogy kint. Hír, és itt volt még egy ellenfél, és itt van még egy ellenfél. Távol van megcsinálva, gondolom mi. Hát... Nem, mit tudom én? Tehát már így állok hozzá. Ja. Szar, mivel úgyis szarul néz ki. Igen. Igaz, hogy az én gépem nem ilyen korszerű, de ez a játék sem 2013-as, szóval megbocsátható, szerintem. Igen. Hogyha mondjuk egy ilyen játékkal játszanék, mint a Dishonored, akkor igen, akkor csúnyán néz neki. De hát akkor mondanám, hogy bocs, szar a gépem, pont. Ja. Hát nekem meg a stand-up-line, mert nekem még videókártya sincs a gépemben. Igen, az enyém meg ilyen 4 éves Málház szomát, tehát 2008 GT, ez tényleg elnevezném Málház szomának, eddig minden szart elfutatott. Nekem minden gépem ilyen epic neve volt, tehát a PS1-emet atomreaktornak kereszteltem, a PS2-et elpusztíthatatlannak, tehát mindegyiknek ilyen nevet adtam. Jó, én meg a gépemet nem búl a kettőnek. Addig volt egyes, amíg a tápegység haza nem bassza azt a jó alaplapot. Most már ja, csak igen, most már napul a kettő. Az mikor történt a 2011 május. Ezt így megmondtad, szép. Hát akkor azért 2011 május másodika, 17 óra 34 perc, azt hiszem. GT2-zés közben. És ennyi volt a pálya.